Köszönöm szépen. Köszöntök mindenkit. most a Zsuzsinak kellene itt lenni, Borbé Zsuzsi kolléganőmnek, csak sajnos nem tudott eljönni. Most azon is meglepődtem, hogy a fotomat neki cserélték. De, tegnap még az ő képe volt jelen. A Filtermax Max is elkezdett foglalkozni a NISZ 2 mint ahogy sok kollega és sok ügyfél is kénytelenül. A, hogyan vágjunk utat benne? Ugye a Douglas Adams tudjuk, hogy a a nagy kérdésre a válasz a 42, és az Európai Unió közös kiberbiztonsági szintjének az emelésére pedig a NISZ-2 a helyes megoldás. Hallottam már valaki ezeket a szavakat? Nyilván ez költői kérdés a jelenlévők közül. Valakire csak egy-egy pont vonatkozik, valakire ennél azért sokkal több. A abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy itt állhatok, abban a szerencsétlen helyzetben vagyok, hogy ez a Zsuzsinak a prezentációja. Ez kicsit igaz erre az egész niszkettős területre is, ami azt jelenti, hogy azt gondolom, hogy az elmúlt évek alapján az egész információ biztonsági terület az tényleg egy fejlődésen megy keresztül, vagy ment keresztül, az ügyfeleknél is. Biztos mindenki emlékszik a GDPR-ra, hogy azt milyen pánik övezte, Ugye a GDPR is volt egyébként egy két évvel felkészülni a, a, az ügyfeleknek, mégis az elmúlt vagy az utolsó pár hónapban kezdett el kapkodni mindenki. Hát hasonlóan éreztem magam tegnap délben, amikor kiderült, hogy a Zsuzsi nem tud eljönni. <laughs> az aki az, aki a termelő gyártói szektorból érkezett, tegye fel a kezét. Látok párat, köszönöm. Ki az, aki az állami szektorból érkezett? Köszönöm. Ki az, aki kritikus infrastruktúrát működtet? Köszönöm, és ki az, aki közepes vállalat képviseletében van jelen? Köszönöm, és a végén, aki nagy vállalatként van jelen. Szuper. Hát, aki nem rakta fel a kezét, ő vagy óvatos még, vagy, vagy kollega. <laughs> Mondhatjuk azt, hogy ezzel megtörtént egy, egy előzetes önellenőrzés, önérintett, Uh, persze azért több mindent figyelembe kell venni, hogy Balázs elmondta, de, de ez az, az önazós test, ezt nagyjából el tudtuk végezni. Ugye ami közös, a korábban már ismert uh, előírásokban is, hogy biztonsági osztályba sorolást kell végeznünk a kockázat arányosan. Van, akinek ez nem újdonság, ahogy Balázs is elmondta, ez amúgy egy nem szorgalmi feladat kellett volna, hogy eddig legyen, hanem mindenkinek így kellett volna működnie. Valaki kötelező volt, most már egyre többen kénytelenek ezzel szembesülni. Tervezetként van még jelen, nem tudjuk, hogy mikorra várható, de azt már látjuk, hogy ez már most sokkal több feladat jelent a szervezetek számára, mint amit, amit eddig kellett végezni. És időben vagyunk még, azt gondolom, korábbi 340 kontrollpont, ahol ugye 5 biztonsági osztályba sorolás volt, ez most picit mondhatni, hogy lerövidült, mert hogy csak három kategória van, viszont ugye itt az alapbesorolás az, az előző 5 képest a 3 -a szintnek felel meg. Tehát sokkal alaposabban kell megvizsgálnunk és, és besorolnunk a rendszereinket, mint, mint eddig tettük. De nincs pánik. Ugye ez ezt tekinthetjük kötelezettségnek, de azt gondolom, hogy, hogy ezek a szabályozások és ezek a, a törekvések hasznos, hasznosak is tudnak lenni. hogy Én is jöjjek egy példával a szintén mezőgazdasági cég. <laughs> a, nem volt 600 milliárdos árbevétele, csak egy 12 milliárdos árbevételű Termelő cég volt, és paradicsomokat termesztettek. Mindenféle digitalizált, meg, meg informatika vezérelt rendszerrel, és megkérdeztük, hogy, hogy mennyire fókuszálnak ők a biztonságra. Hát klasszikus válasz, hogy ugye velünk nem történt semmi, és hát mi történne, akkor sincs baj, hiszen tudjuk, hogy mit kell csinálni. Nem foglalkoznak a cégek azzal, még mindig nagyon sok olyan cég, aki nem foglalkozik a biztonsággal, nem foglalkozik azzal, hogy mi van, hogyha bekövetkezik egy incidens hogy arra fel kéne készülni. És a NISZ-2 tud egy olyan segítség lenni, amivel ezek a cégek is belekényszerülnek valamennyire, de, de tulajdonképpen hatalmas előnyre tesznek szert, mert, mert, az, mert proaktív működésre állnak át a biztonságot illetően, és, és ők is be fogják látni, hogy, hogy egy ilyen felkészültség az sokkal, Kevesebb költségbe kerül, mint egy bekövetkezett incidensnek a, a kiavítása vagy a helyreállítása. Mi az, amivel kezdjük el ezt az egész tevékenységet? Tegyük fel, hogy akkor az öna, önazósítás az megtörtént már. Fontos azt gondolom, hogy hogy ne kezdjünk el kapkodni, ne kezdjünk el mindenfélét megvásárolni, ne, ne dőljünk be azoknak a kijelentéseknek, hogy hogy van megoldásunk a nisz 2 -re. Nincs megoldás a nisz 2 -re. A nisz 2 egy olyan feladat, amit, ami, ami, egy iránymutatást ad a, kell, hogy adjon a cégeknek, hogy hogyan tudják a biztonságokat megerősíteni. Kezdjünk először egy helyzet felmérése, egy gap analízis, egy állapot felmérése. Nézzük meg, hogy a szervezet milyen érettségi szinten van a biztonságot tekintve. Hogyha ez, ha ez megvan, akkor hozzunk létre egy intézkedési tervet. Csináljunk egy itinert, ami segít nekünk abban, hogy hogy priorizáljuk a feladatokat, sorba tegyük őket, és, és, segítsen elvezetni minket a, a végső válaszhoz, hogy megfeleljünk mi is a nisz nek és az informatikai rendszerünket is biztonságba tudjuk. Csak azokat a termékeket vásároljuk, meg csak azokat a szolgáltásokat vezessük be, csak azokat a feladatokat végezzük el, amik feltétlenül szükségesek. Nagyon sok olyan megoldást lehet még bevezetni, amik, amik nem biztos, hogy, hogy megéri, kockázatarányosan megérik a befektetést. És hogyan segíthetünk mi? Mi már 20 éve foglalkozunk információbiztonsággal. Az elmúlt több mint három évben a, elkezdtük kiterjeszteni a, a tevékenységünket a, az IT-biztonsági szolgáltatások területén is sikerült olyan szakembereket megnyernünk, akik, akik már több mint 20 éve dolgoznak ezen a piacon. Audit vagy auditra való felkészítéseket végzünk. Én azt szoktam mondani, hogy klasszikus IT biztonsági szolgáltatásokat, a sérülékenységvizsgálatokat, és ami én azt gondolom, hogy nekünk az előnyünk, ugye korábban sok, sok vita volt, hogy mennyire összeférhetetlen az, hogy egy, egy cég termékeket is árul, és uh, tanácsot is ad. A, ezt azért az idő bebizonyította, hogy, hogy ez egyáltalán nem összeférhetetlen. Uh, nekünk mindig is az volt a, a célunk, hogy, hogy egy bizalmi kapcsolatot alakítsunk ki az ügyfelekkel, hogy azt érezzék, hogy uh, nem csak a saját megoldásainkat szeretnénk uh, rájuk erőltetni, hanem közösen együtt gondolkodva olyan megoldásokat találni a problémáikra, igényeikre, amivel a végén ő örülni fog, vagy amitől a végén ő örülni fog. Nyilván persze mi is. De, 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 hogy, de hogy, ez nem, 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 okozott eddig problémát. Úgyhogy mi ebben tudunk segíteni. Átom, hogy van még hat és fél percem, biztos, hogy nem fogom kitölteni. De köszönöm szépen a figyelmet. Ha bármi kérdés van, Tóth Ádám kollégám, szak, szakértő kollégánk itt van jelen, úgyhogy, úgyhogy, őt kérdezhetik bátran a, a, szünetbe. Még egy fontos apróság, hogy azoknak az ügyfeleinknek, akik elsőként megrendelik tőlünk a, a analízist, nekik egy, egy külső sérülékenység vizsgálattal kedveskedünk. Ennek a részleteit megtalálják a szórólapon, ami az asztalon van. Köszönöm szépen!